Tiszának partján viradok meg egyszer, hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer. Besenyei György a Tiszának reggeli gyönyörűsége című verséből is hallhattak részletet a helyiek Tisza Bercelen, ahol irodalom és vármegyei identitás címmel tartottak kulturális tea délutánt. A projekt az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben részeként valósult meg. Szerettük volna megmutatni az identitásnak ezt a részét is. Ugye a kultúrával gyakran foglalkozunk, akár a népművészettel, de az irodalom olyan nagyjaink vannak itt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, akikre emlékeznünk kell, Móri Zsigmondtól Krúdi Gyuláig, de természetesen a jelenkor költői is adnak át olyan üzeneteket, amelyek mind-mind erősítik azt az identitást, amellyel mi szeretnénk, hogyha foglalkoznának majd az utánunk következő nemzedékek is, hiszen ez az egyik záloga annak, hogy meg tudjunk maradni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is magyarnak. A rendezvényen kortárs írók, költők művei is elhangoztak, amelyekkel például Petőfire emlékeztek. 200 000 kozák, csak potomság. De 2 évszázad súlya, légtere, széljárása formálta az arcom, hogy büszkélkedjen a magyar vele. Ha szólt a szám, az Úr által beszéltem, nyelvem deleje tőle támadott, kivált kép, ha lány fölé hajolva csaltam le az égről a szép csillagot. Sokat írt a megyéről, az itteni eseményekről és karakterekről Csabai László is. 4 novellás kötete jelent meg, amelyek hűen tükrözik, hogy milyen kulturális öröksége van a térségnek. Nagyon fontos hagyománya is van ennek. Talán lehet mondani, hogy Móriccal kezdődött a megye életének és kultúrának a feldolgozása, amely mindig akkor éri el a magaslatokat, hogyha ez a vágyhoz realizmus igény és képesség a realizmusra társul. Móricz mellett még Végantal is nagyon jó volt, de akár még Galambos Lajos is, Balázs József is. Hát persze a tradíciót követem. Nem azért, mert követni akarom, hanem mert meghatározó sok szempontból a környék, és én is hasonló élményeket dolgozok föl. Az irodalmi délután nem csak a hallgatóknak nyújtott különleges élményt, az alkotók számára is visszaigazolás munkásságok fontosságáról. Ha megyében lehet az ember, az mindig külön ünnepet jelent egy év irán, mert nyilván az ember jár az országot vagy határon túl is, és nyilván öröm fölépni mindenhol, de azért amikor az embernek a megyéje is számol vele, akkor az mindig egyfajta öröm, és tényleg szeretet tudok jönni ilyen helyekre, mikor megtalálnak a szervezők. A rendezvény célja, hogy a vidéken élőket is bevonják a kultúrába, kiemelten az irodalmi életbe, hiszen a megyének nagy hagyománya van ebben a művészeti ágban. Ezt támasztják alá az irodalmi lapok is, mint a Vörös Postakocsi és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 2 igen fontos folyóirat. Mindkettőnek nagyon komoly, színvonalas szerzőgárdái vannak, és ha az olvasó figyel arra, amit ebben a két lapban, ebben a két fontos folyóiratban kap, azt hiszem, hogy nagy segítséget kap majd ezáltal ahhoz, hogy a magyarságát, az identitás tudatát megőrizze, és bizalommal tekintsen a jövő felé. Az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című pályázat számos rendezvénnyel igyekszik megszólítani minden korosztályt. A gyerekektől a nyugdíjas korúakig mindenkinek készülnek programokkal.